Hello, hello, sziasztok! Mi újság? Itt vagyok, bocsánat a késésért. Sziasztok, sziasztok! A visszaszámlálás 2 percnél állt, amikor eszembe jutott, hogy nem teregettem ki. Úgyhogy elnézést mindenkitől. Siettem, ahogy tudtam. De végre itt vagyok, már kicsit kapkodva. Szia, Martin! De legalább ideért mindenki. Nagyon jó. Na. Mi újság veletek? Milyen napotok volt? Meséljetek kicsit. Közben én is elmesélem, hogy vasárnap éjszaka nem tudtam aludni, és többek közt azon gondolkoztam, jó helyen lesz ott az a vár? Nem kéne egy ilyen jó nagy hegyes, dombos kis patakok meg mit tudom én helyet keresni? Úgyhogy arra jutottam, hogy lehet, hogy azzal kellene kezdeni, hogy úgy szisztematikusan körbe repüljük a spawn környékét, hogy elmegyünk. Vasárnap éjjeli gondoltak, igen. Hogy lemegyünk mínusz 500-ig, aztán mínusz 500, mínusz 500, mínusz 0, mínusz 500, és akkor így szépen körbe, aztán ugyanezt ezressel, és így 500-as kis köröket teszünk. És körbenézzük, hogy egyáltalán mi van körülöttünk. Hát ha találunk valami még szebb, még ilyen nagyobb, kicsit olyan domborúbb területet, nem ez a, mert ez olyan kis domb végül, és csak 115 magas volt, vagy mennyi. Lehetne az 200 is, akár. RTX 3060-ról vélemény? Jó. Ugye ilyen átlagos felhasználásra szerintem elég, hogyha nem akarsz minden játékot mindig fullon tolni, akkor teljesen megfelel amúgy. Nekem ez a három vent is van, nem melegszik, pedig nagyon pici zsúfolt házban van. Még így se, hogy streamelek vele. Most Minecrafton kívül próbáltam már vele pár játékot, jó ilyen, mit tudom én, Crysis full grafikán, vagy nem tudom mit mondjak, ami olyan nagy igényű, azt nem, de miket játszottam rajta? Raftot, PUBG-t, Super People-t, Alt F4, Green Hell, ezeket majdnem mindent maxon elvitte. Úgyhogy nekem semmi gondom nem volt vele. Azt kell nézni amúgy szerintem, hogy árérték arányban mondjuk egy 3070 vagy egy 3060 Ti, ha nem sok a különbség, akkor viszont valószínűleg megéri rá költeni. Én ezt Black Friday-kor nagyon olcsón szereztem, úgyhogy azért ez lett. Na, de visszatérve a várra. Bőven elég 1080, nekem is az van amúgy 1080p, minden monitor stream is az megy, úgyhogy szerintem teljesen jó. De visszatérve Minecraftra, úgyhogy ez lesz a mai program. Hogy megyünk, aztán repülgetünk először egyet, és körbenézünk, hogy nincs-e valami még szebb hely. Ja, illetve kicsit hangos a játék. Vagy a fülesem hangos, nem tudom. Egy kérdésed van. Na, hallgatom. Illetve amúgy a kőfarmolásnak nekiálltam, úgyhogy egy pici ennyi követ tudtam kiszedni. Ez arra volt elegendő, hogy 2 csákányt lenullaztam, egyet meg el is törtem. Hogy ne lenne? Sőt, azon gondolkoztam, hogy a vár egyik falára minden szábnak, majd ha lesz több is esetleg, nem három, akkor minden szábnak a nevét fölírjuk egy táblára.
Meg persze azon kívül lesz, ott lesz Birdie, meg Chingus, meg Martin is ott lesz, meg mindenkit megpróbálok majd egy kicsit beleültetni abba a bárba. Illetve ezt is sikerült megjavítanom, nem merem kikapcsolni, úgyhogy azért megy. Meg ez is itt megy közbe. Igen, újra egyesülés lesz. Nappal van, vagy éjszaka van, vagy mi van most kint? Nappal van. Ugye mutassam meg. Hát egy picit meg tudom mutatni végül is. Szóval az lényeg, hogy ide beállsz, nyomod a gombot, és ennyi. És így lökdös balra-jobbra. Ilyet a legutóbbi streambe raktunk össze. Ilyen kis automata szerkezetecske. Ja, akkor ráadásul itt voltál? Ha? Jó, de akkor lolosztál vagy PUBG-ztál közben. Na, kaja van nálunk. Rakéta van nálunk. Azt mondom, menjünk is akkor. Szóval az lesz a terv, hogy egy kb. Elmegyünk abba az irányba a Z koordinátán a nulláig. Úgy. És itt dobunk egy balost. És így elmegyünk 500-ig. És akkor megint dobunk egy balost, és így szépen körbe-körbe fogunk a bázis körül repkedni. Szia, kacsa! Jó, hát túlzás, hogy jól vagyok. A hátam az tegnap reggel, ugye múlt héten beteg voltam, úgyhogy tegnap mentem vissza dolgozni, és hát 8-kor kezdtünk, 8:30-kor sikerült úgy meghúzni, becsípni, nem is tudom mit csinálni a hátammal, hogy utána estére sétálni alig bírtam, úgyhogy tigris tapaszt, gyógyszer, minden. Ma reggelre jobb lett, ma napközben viszonylag jó volt, már teljesen lehajolni így se tudtam. És hát most estére megint rosszabb. De hát így ülve egész tűrhető. Jaj, elfogyott a rakéta. Azon kívül amúgy jól. És te hogy vagy? Meg mindenki hogy van? Na, az jó. Kímélős napok várnak Tamásra? Hát... Ja. Na mondjuk, látjátok? Ez a hely. Menjünk egy picit följebb. Nem? Ez már magasabb és ilyen kis völgyesebb, mint a, amit kinéztünk várnak. És még el sem jöttünk messzebbre. Meg... Milyen szép ez a kis patakos, völgyes izé, de ez sem olyan magas. De lehetne még nagyobb, valami ilyesmi hely, csak még magasabb, aminek már tudod, ilyen kicsit ilyen sziklásabb a teteje. Hogy ahol már a fűsenő. Elnézést. Elnézést, 1000 blokkon belül a spantól itt volt a mansion, és nem futottunk bele eddig. Azt hogy csináltuk? Ez mi?
Ez egy mansion. Hogy mondjam el. Egy ilyen épület, ami... épület, amiben van sok ellenség, és lehet sok lootot szerezni belőle, meg mit tudom én, és nagyon erősek amúgy az ellenfelek. Mert hogy vannak bent olyan ilyen emberek, akiknek van baltája. És van valami csávóka. Hát most nem fogunk gyilkolászni, de az, hogy a stream 5. percében találunk egy mansiont a spawn mellett. Szóval ebben vannak könyvtárak, meg mit tudom én, csomó jó cuccot találni. Igen, és nem is tervezek most bemenni, majd ezt körbenézünk benne később, de itt lehet szerezni Totem of Undyingot, ami nem rossz, mert az egy haláltól meg tud menteni, ha a kezünkben van. De lefotózom a koordinátákat, ez nagyon durva. Erre nem számítottam, hogy ez itt van mellettünk. Az durva, és hogyha kipucoljuk, akkor ezt át lehet alakítani. Akármivé igazából. Merre megyünk? 1000. Akkor most nem. Úgy 1000. Igen, és nem tudom, merre megyünk. Arra megyünk. Nem? Erre? Pont a másik irány. Arra. Igen, így, mert az első számnak kell fölfele menni, magyarul, vagy lefelé. Pluszba kell mennie. Na. De azért ez... abba hogy nem tudtunk eddig belefutni? Mennyi giga gomba? Hát ez itt van bőven. Hogy vannak itt nagyon-nagyon szép területek. Csak meg kell keresni őket. Látótávon föl van húzva föl. De itt is új részeket fedezünk föl, mert megint nagyon lassan tölti. Repülj Tamás, légy szabad? Hát... szabadok vagyunk. Na. Domb. Ez már valami. De ez is még csak ilyen 150 magas. Mondom, valami olyan kellene. Az is azért jól néz ki. Az igen. Ami ez már tükrözi az 1.18-as update-nek ezt az igazi előnyét, ahogy ilyen, tényleg ilyen 200 blokk feletti hegyek vannak. De ez a stream elejé lák, ezt meg kéne tartani, ezt a szokás, hogy stream elején mindig van valami nagy lákom. Hát ugye a múltkor, hogy 20 perc alatt 6 darab vider fejet szedtem ki, az valami zseni volt. Szia Spawn Ultra!
erre menjünk. Arra voltunk, erre menjünk. Képzeld el, 1000 blokkra a bázistól találtunk egy mansiont. Nem erről jöttem, mert most mind a két szám növekszik. Azt hiszem. Főleg a Z koordináta. Ne aggódj, én sem mindig tudom, hogy merre vagyok. Főleg, hogy össze-vissza nézelődök, és ott kész. De arra kéne menni. Picit lehet, hogy erről jöttünk úgy onnan a völgyből. Úgy 1500, és akkor... Már semmit se tudsz. Mindegy az. Lényeg, hogy császkálunk és új területeket fedezünk föl. Mondjuk ez pont felfedezett része, ahogy érzem, mert onnan tudni, hogy új egy terület, és még nem láttuk. Úgy tényleg 1.18-ban nagyon közel vannak a faluk. Onnan tudni, hogy új területen vagyunk, hogy rohadt lassan tölti be, és szinte 5 méterre nem látok magam elé. Például az a túj rész arra felé. Igen, ott a ritkák voltak? Igen, akkor még nem játszottam vele. Én még kezdő Minecraftos vagyok. Na! Na ez! Ez alakul. Ilyesmit keresünk, csak kár, hogy ott a Badlands a hátulja. Meg dzsungel. De ezt a magasságot keressük hegyből. Igen, nekem is szimpi a magas. Mondjuk. Valamit nagyon töltött. Megállunk egy pillanatra. Csak azért is, mert este van. Hé, ott egy emerald. Szóval csinálunk egy olyat. Izzasztjuk egy kicsit a gépet. Úgy. Óvatosan. Hát itt bármi jön közel hozzám, azt messziről meglátom. Mindjárt az enyém is felgyullad. Ja, hogy úgy óvatosan, hogy a gépre vigyázzak. Na 40 csánk azért még el kéne férjen. Azt még be kéne tudja tölteni, úgyhogy... Így, hogyha nem mozgok, csak nézelődök. Itt körülbelül bármerre elnézel, valami más bajom van. Be is töltötte mind a 40-et. Mert ott van ilyen nyírfaerdő, dzsungel, bambusz dzsungel,
Dark Oak Forest, vagy nem tudom, hogy hívják azt. Havas jeges bajom, sima havas, havas mountain. Ott sima dzsungel. Megyünk, így átváltok. Dzsungel, hegy. Az távolba szavanna. Jó. Azt mondom, hogy ez egy lehetséges variáció. Ezt elmentem. Nézelődünk még tovább. Hát, ha még szebbet találunk, és akkor lehet, hogy ez így most meg lesz egy kép formájában, és akkor a végén visszanézzük vagy lehet, hogy így mentem el, mert így látszik, hogy mi is az egész. Itt ez, igen. Megyünk tovább, annyi, hogy veszek még elő rakétát. Mert az még kelleni fog. És nézelődünk tovább. Nem tudom, mennyire zavaró, hogy be van kapcsolva a F3, hogy ott vannak a szövegek. Viszont... azt egy kicsit visszahúzzuk. 12 FPS-sel nem jó repülni. Ez ugyanaz a mansion, ahol az előbb voltunk, ugye? Lefotózom a biztonság kedvéért, de szerintem ugyanaz. Errefele nem voltunk még, mert itt nagyon tölt. Vagy de, onnan jöttünk, ugye? Kicsit menjünk el egy irányba messzebbre. Mondom, hogy füst szag van. Hát igen. Mondjuk a cél az lenne, hogy ilyen kb. 5000 blokkon belül kellene megtalálni a helyet. Ugye itt ez az a falu, amit a múltkor elkezdtünk, és eredetileg néztünk már. Tehát ez milyen kis törpe dombocska ahhoz képest, amit az előbb találtunk. Van egy befagyott tó. Mocsár. Hegy. A hegy jó. Lámák. Az a baj, hogy ez hegynek, hegy csak nem szép. Meg nem nagy. Ez amúgy sóder? Ezt már csak azért lefotózzuk, mert ha kell majd sok sóder, akkor ide tudunk jönni. Ez itt a tűzép. Ez mind sóder. Te jó Isten. Jó, betonozni tudunk.
Ott egy kicsit kigyulladt az erdő. Amúgy én imádom a fenyőt, mint építőanyagot ebben a játékban. Szerintem nagyon szép tud lenni, ha abból van építve valami. Illetve nagyon könnyű farmolni. De az a jó, hogyha elkezd füstölni, akkor itt látjátok. És nem ez, hanem... Valahogy majd így. Majd akkor szóljatok rám, hogy nézzek a másik irányba is egy picit. Szerintem errefele már jártunk, mert ezt viszonylag gyorsan betölti. Bár ott abba az irányba gondolkodik. Jó, most kivételesen szeretjük, hogyha gondolkodik, mert akkor tudjuk, hogy merre kell menni. Ott még nem voltunk. Ez is csak ilyen 140 magas. Itt van egy vízbe süllyedt falu. Ez a hegy, ez itt amúgy mit csinál itt a semmi közepén egy kis csúcs. Na, ott az mi? Ja, hogy ez ennyi. Elnézést. Hát arra nem építünk várat, maximum egy kunyhot. A vasfalu. Van itt jeges medvétől kezdve minden. Megint visszatértünk a kisimított részhez, úgyhogy elmegyünk most abba az irányba egy kicsit így pluszba. Jól van, gyere majd. Az se lenne baj, hogyha úgy lenne a hegy, hogy az egyik oldala a hegynek az egy óceán, mondjuk, vagy valami nagyobb vízterület. Mert akkor oda meg lehetne csinálni ilyen fancy kikötőt. Itt nincsenek hegyek. Itt magas dombok vannak esetleg.
Elitrát közben nézegetem azért, hogy el ne törjön alattunk, mert akkor lesz puty. Mondjuk, még lehet a vízbe bele tudnék esni. Mennyire kopik amúgy. Hát azért potyog lefele az élete. Vagy durability-e, vagy milyen is van az elitrának. Na jó, kicsit menjünk távolabb, úgyhogy ilyen 2000 blokk fölött legyen legalább az egyik koordinátánk. Próbáljunk egy olyan kört menni. Úgy, és akkor most a első szám csökken. Na itt a kis cuki falu, itt a kis izé házak egyesével a domboldalakon. Ez is csak ilyen félhegy. Minecraft stream. Merre megyünk? Arra vissza. Képzeld, Birdie, az a terv, hogy kicsit körbenézzünk a spawn körül, hogy mégis milyen helyek vannak itt, amit nem vettünk észre, és esetleg lehet mondjuk magasabb és szebb, mint amit találtunk eddig a várna. És elindultunk, és körülbelül 1000 blokkra a bázistól ott volt egy mansion. Amit nem tudom, hogy nem vettünk eddig észre, pedig azért már röpködtünk arrafelé. Lassan kell egy elitrát javítani majd. Nem fosztottam ki, meg fölírtam, hogy hol van. Aztán majd az egy külön alkalom lesz, hogy oda melyen megyünk, mert... Bocsánat. Most nem arra készültem, hogy harcolni fogok. Mármint, hogy így lelkiekben tudod. Igazából még mindig fáj a hátam, meg gyógyszert szedek, ami többek közt kicsit betompít, azon kívül, hogy elmulasztja a fájdalmat. Nem biztos, hogy így kéne neki ugrani egy menzsőrnek, és ott lecsapnak a baltások. Úgyhogy ja, majd az egyszer legközelebb, vagy nem legközelebb, valamikor. Most egyelőre amúgy egy helyet találtunk, ami elég szép, és alkalmas lehet arra, hogy bázist építsünk oda.
de szeretnék még szebbet, vagy legalább olyan szebbet találni, és utána közösen kiválasztjuk, hogy melyik legyen az összes közül. Ha csak valamelyik olyan nem lesz, hogy húha. Tehát akkor meg úgyis arra szavazna mindenki. Hidratálás Tofikától. Már is. Szia-szia. Egyszerűen nem találok olyan nagy hegyet. Úgyhogy lehet, hogy még messzebbre kellene mennünk. Hopp, az egy falu vagy templom? Az falu. Az nem kell. De ez egy sivatag, amit még nem láttunk. Ahogy most próbálja betölteni az izzadó számítógép. Ó! Hegyecske elénk termett. Ez jó nagy sivatag. Kicsit azért kacsázok, egy az, hogy nézelődjünk. A másik meg, hogy legyen ideje betöltődni a tájnak, mert... Amikor új részt fedezünk fel, akkor nem a leggyorsabb. Pedig aztán SSD-n van, meg itt tudom én. De hát a Minecraftot nem érdeklik az ilyen dolgok. Na arra már voltunk, ott nagyon gyorsan betöltött. Fordulunk egyet balra. De ez is milyen érdekes, hogy ez a sivatag, ez 2000 blokkon belül volt. Nem is kicsi. És a múltkor, amikor 25000 blokkot sétáltunk, nem futottunk bele. Jó, leszállunk javítani. Igen. Mire várjak? De a többi az föl volt javítva. Úgy. Biztosan rakjuk, még szerintem kelleni fog. Hogy a többi cuccnak nem volt sérülése, azt hiszem. Amúgy majd valamikor kellene még lootolni elitrákat is, hogy egyszerűbb legyen csak cserélgetni. Merre? Arra kéne menni még kicsit.
Na, az jó kezdeményezés. Igen, fölfele. Még fölfele. Nem, ez még mindig kicsi. Nem találtunk még ilyen 200 blokk magas öt, vagy kőkupacot, vagy hegyet, vagy nevezzem bárminek is. Ezt viszont már láttuk, erre emlékszem. Jó kis spruce. Röhely amúgy, hogy ez a legmagasabb pont kb. Amivel eddig találkoztam, és ez is egy sima erdő. Ohohoho! Na, az első 200 blokk magas hegy, amit találok. Ilyenből van olyan, ami nem jeges. Várok egy kicsit, hogy itt betöltse a környéket. Sőt, lehet, hogy töltset csak rendesen. Úgy. Körbenézzünk, mert ez... Hát... Mondjuk nem tudom. Az a Pigstoni az ilyen köves magas hegy, ugye? Jól értelmezem? Ezt szerintem az, amire én gondolok. Az a valami olyan tájat szeretnék, ami beírod Google-be, hogy 1.18, vagy Minecraft 1.18 mountain, és ott olyan szép tájak vannak, meg hegyek. Végül is építhetek, persze, csak lehet egyszerűbb egy órát rászánni egynek a keresésére, vagy egy egész streamet akár, mint 3 hónapig építeni és farmolni azt az egy hegyet. Elmegyünk a víz túloldalára. Itt elég lapos.
Meg erre már szerintem voltunk. Csak mert hirtelen elég messzire betöltötte. És az gyanús. Szerintem pont itt voltunk közelebb. Ez a shoulder, ugye? Aha. Az ott mi? Amúgy ez se lenne rossz, csak ez... Ez olyan pici. Mármint, hogy alapterületre. Szóval a hegyépítésével amúgy az az alapvető bajom, hogy... Szerintem Sirius hamarabb kész lesz a gömbbel. Mint mire én nekiállok és megépítek egy hegyet. Állandóan visszajövök a spawnra, mi a fene? Na jó, most nem fordulászok, elindulunk így egy irányba. És konkrétan el fogunk menni a bázis fölött szinte. Igen, ott a bázis. Már ha már itt vagyunk, vehetünk még potit a elitra javításhoz. Az sose árt. Ennyi? Azt hiszem van még egy ilyenünk, aki árul. Uh-huh. Nem akarsz adni még egy adagot? Nézzél bele! Oda! Oda bele, vegyél ki még magadhoz potit. Onnan. Nem. Nem szeretne. Te? Te se szeretné. Mindegy, van megint egy stackünk legalább. Meg visszajavítottuk pluszba az elitrát azzal, hogy vásároltunk. Az is valami. Menjünk el arra a end kapu felé. Nézzünk körbe ott. Az pluszos X és minuszos Z irányba van. Vagy negatív Z, vagy hogy mondják azt szépen. Na mert itt az end kapunk lent jobbra az az oszlop. Vagy end portál, vagy minek is becézik azt. Thank you.
Fú, amúgy ez a tigris tapaszt, ez most úgy szívja a hátamat, vagy nem tudom, mit csinál vele. Hogy ihaj. Ülök itt a székbe, és rendesen érzem, hogy dolgozik. De állítólag az volt a leírásában az interneten a tigris tapasznak, hogy felruház a tigris erejével. Úgyhogy VR Jani erejét megkapom. Lehet, hogy megtanulok vágni. Bármi előfordulhat. És milyen szép kis lyuk. Már, hogy nem hegy. Vagy PUBG-zni, igen. Most is azt tolják, azt hiszem, hogy... valami, mintha ilyesmit láttam volna. Ha már itt tartunk, nem vettem elő a dashboardot. Most meg milyen hirtelen elértünk 3-4 ezer blokkot egy irányba. Így egy suhanással. Ez mi ez itt, lebegő szigetek? Ez mi? Ez hogy néz ki? Elég furák errefelé a generálások. De ez is shoulder, mi? Aha. Viszont elég veszélyes, mert tele van ilyen egy-egy repkedő blokkal, aminek neki megyek, az hello. Havas, amúgy az se rossz. Csak legyen jó magas. Ott egy befagyott hajó. Olyan gyorsan megyünk, hogyha így lefelé nézek, hogy nincs ideje betölteni. Aztán repülünk neki a hegy oldalnak mindjárt. De amúgy a PUBG az most újra divat lett, úgy látom. Egyre többen elővették így, hogy viszonylag sokan elővették így, hogy ingyenes lett. Azok is, akik eddig nem PUBG-ztek, meg azok is, akik régen PUBG-ztek. Elég undi divat. Hát kinek mi. Még vannak FPS játékosok, akik orba szájba szidják a PUBG-t, de azért mindig visszatérnek hozzá egy kicsit. Na, menjünk följebb egy kicsit. Meg? Fújok egy nózit. Haladhatunk.
nem tölti be. Ez is szavanna. Mekkora lyukak vannak, de jó Isten. Azt mondjuk ott fogjuk rá elég szép. Ezzel a kis vízeséssel a semmiből. De szerintem amúgy errefele is lehettem már, mert itt is viszonylag gyorsan betölti a táját. Próbáltam amúgy visszanézni korábbi streamből, hogy nem voltam olyan helyen, amit így megálmodtam korábban, vagy semmit megálmodtam vasárnap, de nem találtam. Na ez jó kis új terület. Bele az ismeretlenbe. És tovább. És az ismeretlenül töltődhetne befele gyorsabban egy picit azért. Olyan hegyet szeretnék, amiben ilyen magassággal beleütköznénk. Egyelőre ez csak víz. Nem fért a rakéta. Itt meg aztán megint minden bajom van egymás hegyén hátán. Na, talán. De az a baj, ez se hegy, ez csak egy ilyen fensík, ami kicsit magasabban van. Júj! Amúgy... Ez nem ronda ez a környék. Az ott mi? Na, az csak egy ilyen kis pici havas csúcs.
mondjuk ez mint kilátás. Legyen 45. Eddig látunk el. Ez nekem tetszik. Abba az irányban mondjuk ilyen mezős. Mondjuk itt van egy ilyen kis fenti tó. Meg ott is vannak dombok. Ez a mezős oldal szebb. De ez csak olyan kis mező, de hát úgyis ugye minden irányba ki fogsz látni, mert magas lesz maga az egész cucc. Úgyhogy látni lehet majd a mezős részt is, illetve itt lefelé látni lehet majd a patakot, ha azon a szélén vagy, a kis barlangokat. Az a portál az mondjuk annyira nem tetszik, de ezt el lehet tüntetni könnyen, meg ezeket a lyukakat ott szembe, csak hogy a látkép is szép legyen. Ott ellátsz arra, ott van két falu is arra felé. Ott még generálódik valami domb, de mit tudom én, mi van ott. Kis völgyes. És ez is csak 4000 blokkra van. Ide egy híd, oda szembe? Vagy így gondoltad a hidat ilyen kis kicsit? Ja, hát azt lehet. Mondjuk ott arra a részre. Jó, ez nekem tetszik amúgy. 30 csánkot elbírja repülés közben. Jó, tetszik. Ez a második lehetőség. És akkor megyünk még egy kicsit. Három falu. Áó. Ott is van egy falu, ott is, meg itt alattunk. Itt mi van a domb túloldalán? Ez is szép amúgy. Az jobbra már hegy. Melyikre gondolsz? Ott arra szembe most velem? Vagy ez ahova elindultam?
Már nem tudom, akkor jobbra volt. De az a vicc, hogy ez is még csak ilyen... Mennyi ez ilyen 100-150 blokk magas. Hogy ez még mindig nem a hegy. Milyen pici óceán. Ez a rész is jól néz ki. Itt pont velünk szembe. Na ott van valami hegyszerű, de az is csak ilyen, hát ilyen pici csúcs. Vagy... Kicsit körbe repülöm, hogy betöltődjenek körülötte a dolgok. Az se rossz, hogyha egy ilyen havas hegytetőre költözünk. Ez végre nem jeges, hanem sziklás havas, ez tetszik, és elég magas. Mert akkor akármit építünk, azt félig meddig be fogja lepni a hó, és ilyen egységes textúrázottsága lesz. Ami egy picit segít szépet építeni, ha nem megy akkor is. Ez tetszik, itt van óceán. Ezen az oldalon egy kis nyírfaerdő. Itt rálátsz a szomszéd kis havasokra. Itt vannak folyók, meg itt is van olyan oldala, ahonnan rálátni ilyen domboldalra. Körülbelül mindenféle fa van a környéken. Ide azért elég nagy cuccot el lehet képzelni, szerintem.
Jaj. Le kéne szállni a tetejére. Úgy. Hát nem tudom, nekem ez eddig a best. Mit szóltok hozzá? Akkor szerintem ez lesz. Jó. Mielőtt rámondom, hogy ez lesz, megígértem, hogy megmutatom a eddig összegyűjtött helyeket, és az alapján döntjük el. Ami úgy nézett ki, hogy ugye ezt kezdtük el eredetileg, ez olyan... Találtuk ma a mansiont. Ez volt az egyik. Ez ilyen, az a baj, hogy ilyen vékony sziklák vannak körbe. És ide inkább ilyen bazi nagy vulkánt lehetne építeni, mint várat szerintem. Ehhez képest, amit most találtunk. Ez ugye ugyanaz, csak egy másik irányba elnézve. Igen, ez ugyanaz a mansion, akkor ez csak shoulder, ez a sivatag, ez amit az előbb találtunk. Szép volt ez, amit az előbb találtunk, várjál, elekkori, az ez jó, az erre vonatkozott? Nevezzük őket el valahol, nem? Ez ugye ugyanaz, csak egy picit más irányba nézek. Ugye ez semmi, ezt csak itt fotózgattam. Ez olyan zöld, de nem elég magas, meg olyan nagyon sík az egyik oldal, hogy nem hegytetőre épültünk. Ez. Aha. És ugye van ez, amit most találtunk, ami havas, de körülötte meg ilyen normális, nincs generálási hiba, szép a táj, és ilyen nagyon szép havas kastélyt lehetne építeni, vagy várat. És ugye most itt állunk jelenleg, úgyhogy ha visszaváltok játékra, ugye itt ez a látképünk. Tudok én itt legfelül aludni egyet? Szóval, hogy... Megjöttél? Szerintem mi is megérkeztünk, Csinguszka.
Jó, ez nekem nagyon tetszik, ez a hely. És ezt valahogy úgy kellene majd megcsinálni, hogy... hogy megpróbáljuk megőrizni ezt a természetes formáját. És ezeket a tüskéket, amik itt vannak, ezeket is megtartani, és mondjuk úgy építeni a tornyokat, hogy, az egyik oldala, hogy mondjuk ez, ahol állok, ez így befele legyen egy kör, vagy egy négyzet, vagy akármi, meg az egy torony, meg az egy torony, és akkor így ezt az egészet összekötni, meg oda egy torony. Igen. Én megkérdeztem, hogy szereted-e a kardokat, azt mondtad, hogy még szülinapodra, vagy karácsonyra, vagy mikorra is ezért kaptál lézerkardot, vagy fényszabját, vagy nem is tudom pontosan, hogy szabad meg kell hívni. Az egyetlen, ami itt nem tetszik, az az a nem tudom milyen fura szigetszerű valami, de ez szerintem 10 perc alatt el tudjuk ásni a föld alá, és akkor már kész. Nem is sziget, hanem csak tó. Ott meg egy nagyon mély tó van szerintem. Meg tudom még jobban izzasztani a gépet egy picit. Egy picikét. Nézzünk már még jobban körbe. Mizu. Igen, ribgép. Ez Zu. Mindjárt betölti. Csak várni kell egy picit. Gondolkodik. De nem tudom, halljátok-e, de én hallom, ahogy fölbúgott. Már csak 20 FPS-en van, lehet az 50 csánk az sok neki. 13 FPS, jó. Bár arra már ott be van töltve, de ott meg még semmi nincs betöltve. Na, kicsit hagyom, hogy töltődjön még. Ugye onnan tudjuk, hogy már be van töltve egy rész, hogy elködösíti a szélét. Amúgy igen, egy ilyen régi játék se tudja ennyire meghajtani a gépet. Aha, RAM-ból kezdek elfogyni, jelentem. Nagyon. És a 30-60-at 80%-on hajtja meg. Az se rossz. 16 van csak, kéne még egy 16-os. Főleg, ha ilyen 50 csánkokon akarok nézelődni. Hát amúgy nem kevés az a 16, csak úgy, hogy mellette streamelek. Meg ilyeneket csinálok, hogy nézzünk körbe a hegytetőről, és akkor 50 csánkkal betöltettem a fél világot. De betöltötte. Szerintem kész vagyunk. Aha. Megjött az FPS is, van 30. Most rakjak rá még egy shadert? Jó, ez nekem nagyon tetszik. Birdie, Martin, Chingus, többiek, mit szóltok hozzá? Megvan a helyünk. Jó van, na. Kétszer írtad, nagyon jó. Attika. Királyságos, szó szerint. Jó.
Az is az igazi, azaz. Nem jó. Na, így nézünk ki fölülről. Lövök erről is egy fotót. Elmenjünk abba az irányba. Elnézést, hogyha kicsit akad a kép, de úgy akarom lefotózgatni, hogy nem veszem le a látótávot, mert akkor látszik a táj. Rakéta van még? 5 darab rakétám van. 4. 3. És van alatt egy nagy barlang is. Jó, viszont úgy szállunk le, hogy visszavesszük egy 30-ra a render distance-t, mert oly, milyen smooth lett. Nagyon jó. A kecske! Szia! Hogy üvöltött? Hallottátok? Anyád! Ezt utánozzam? Tessék! Na! Azt hiszem, ez bánt amúgy. Mindent megteszek. Tessék. Na. Basz meg. Ám jó. Nincsen hócipő. Átjövünk ide szembe, itt nem át, fagyunk meg. Mi maradtál? Krippelje ki valaki azt. Beszélgettem egy kecskével, vagy hegyi kecske, vagy mi az. Csak ő nem beszélgetni szeretett volna, hanem bántani. Kész portfóliót csinálok amúgy itt a hegyünkről közben. Á, nagyon tetszik. És ez milyen bájom amúgy, vagy mi ez? De megpróbálok leszállni óvatosan. Nem süllyedek el? Itt nem. F3, ez a Jagged Peaks.
vagy mi a fele, nem tudok angolul olvasni. Jó. Oké. Na, mi ez a klip? Ezt utánozzam? Ezt utánozzam? Tessék. Na. Azt hiszem, ez bánt amúgy. De az elején olyat sikított. Azt vártam, hogy megint sikítani fog egyet. Tessék. Na. Basz meg. Az rámozdult rendesen. Fejem mindent vitt. Negesik. Na, és most az van, hogy ez viszont 4000 pár száz blokkra van a bázistól. Úgyhogy kordit lefotóztam, nem tudom, biztos, hogy biztos arra is lövök még egy fotó. Úgyhogy meg kéne csinálni a Nether utat ide, ahhoz, hogy tudjunk tudjunk normálisan dolgozni, mert hogy rájöttem, miközben bányáztam a követ, hogy egy óra alatt a három Unbreaking 3-as csákányt simán be tudtam zúzni. Az egyiket ugye el is törtem teljesen, kettő meg hát nullos. Úgyhogy kell ide egy Nether út, mert majd haza kell rohangásznunk még a régi helyre javítani, kőér, mit tudom én, ilyen dolgokért. Úgyhogy menjünk haza, és a Nether tetejére kéne egy utat csinálnunk. Az a helyzet. Na, kérdés Elytra, hát... Jó, azzal már kibírja bőven hazáig. Úgy... Röppenjünk haza. Ahhoz mondjuk... Nem kell a... Már mondjuk maradhat a 30-as látótáv, ha elbírja. Jó, és akkor az csökken, az nő. Az csökken, az csökken. Jó, akkor jó irányba megyünk. Bázisugró hegyi kecske? Hát nem ő ugrott, én ugrottam. Hagyott. Amúgy itt egy mocsár. Egyik este ide el kéne jönnünk és itt egy picit slime-okat vadászgatni. Mert konkrétan még egy slime-ot sem öltem. És nincsen slime ballunk, meg semmi. Amire azért lesz szükség, hogyha majd szerkezeteket akarunk építeni. Nagyon tetszik ez a helyem. Mármint, hogy az, ahol voltunk, nem ahol most vagyunk.
Amúgy nem akad a stream minden faja? Elvileg mondjuk minden jó. Hol is lakunk? Ott talán? Ott, jó. Van-e itthon obszidiánunk? Azt ki kellene deríteni. Van 16 darab. Jó. Akkor építeni fogunk egy Nether portált. Lehet, hogy fura lesz, de mondjuk ide az út közepébe, és megcsinálni úgy, hogy ugye fedett helyen be tudjunk jönni a falusiakhoz, vagy ez itt egy dupla vastag fal? Kéne még ilyen fa. Három darab ilyen fa. De akkor már kivágtunk egy párat. Én meg most már visszaveszem a látótávot, mert úgyis itt ügyködünk. Akkor legyen már meg legalább a 60 FPS. A Nether portál nem gyújtja ki a fát, ugye? Tudom én, mert Nether, ott minden forró, meleg. Nincs egy gyújtós, nincs. De vagyok meleg, ja. Bólom. Gyújtós. Gyújtós. Flint and Steel-em. Második sor. Kösz.
Úgy. Kérek botot. Meg kettő kerítést. Úgy. Sőt. Nem az, ez. Még kettő kerítést. És hát sajnos ezt az ajtót is lecseréljük a biztonság kedvéért. Oh, ha. Interelőknek kell figyelni? Amúgy igen. Na, kérdés, hogy ez a portál, ez nem tudom hova fog vinni minket. De hamarosan kiderül. Annyira nem rossz. Mert ugye itt a terv a következő. Jó, vissza kell menni. Hoznom kell alapanyagot. Nem tudom, melyik ládába lesz, de majd mindjárt megkeresem. No panic. Ott is van. Az nem kell, az nem kell. Valahol volt. Valahol. Ott van létra. Létra kell. Ezt igazából visszapakolhatom a tűzijátékokat, mert ennyire most nem lesz szükségünk, sőt, ugye nem is fogunk repülni. Onnan a még ajtó. Ezt is bepakolhatjuk, tényleg venni kell ki. Haló. Bebúgott a tehén. Jó, ezekre lesz szükségünk a Netherben, ahhoz, hogy nem. Oda elrakjuk a két csákányt, amit javítani kell. Slow falling, healing. Van még itthon aranyunk. Kettő, de az nincs kisütve. Az nem kell. Jó. Terve a következő. Alszunk egyet. Remélem, hogy nem robban rám egy creeper közben, mert rossz lenne összeszedni a ládákból a cuccot a földről. Szia, Martin. Fölássunk a Nether tetejére, kimegyünk a Nether tetejére, és ezt a portált, ezt kirakjuk oda. Annyi, hogy ezt átmegyünk, és szét fogjuk szedni a túloldalon. Ami azt jelenti, hogy itt föl kell írni a pontos kordit, ami 16, mínusz 25, ugye ezt lefotóztam. És most ezt a portát, ezt itt szét kell szedni. Már csak azért is, mert kell belőle az obszidián. Tudom, hoztam hozzá mindent, Birdy.
Kíváncsi vagy? Amúgy én is. A lényeg az, hogy ugye a 68-as magasságon vagyunk, és a nether teteje 128, vagy 228, vagy valami ilyesmi, mindegy, majd meglátjuk a bedrockot, és a bedrocknál is a létező legmagasabb helyet kell megtalálni, ahova föl tudunk menni. És közben nem meghalni lávába. Igen. Ha hirtelen nagyon világos lesz, az nem jó. 90-nél vagyunk. Amúgy meg fogsz lepődni, hogy annyira egyszerű, hogy hihetetlen. Csak olyan bonyolultnak hangzik elsőre, hogy úristen, föl kell glitchelni magad a bedrock tetejére. Aztán semmi, egy kattintás jó helyre, aztán kész, ott is vagy. Ezek a hangok. Yeah, bedrock. Csinálunk egy minimális mozgásteret. Úgy. És akkor az a lényeg, hogy az kell nekünk ott. Az ilyen hely. Csak az ott pont nem jó. Mert oda nem tudunk bemenni. Keresni kell egy ilyet, ahol az a lényege, hogy olyan helyet kell keresni, mint az, ahol már csak egy bedrock van fölöttünk. Mint itt. Mert azt hiszem, hogy ez itt. Igen, most itt 125-ön vagyunk. Uh-huh. És hol láttam azt? Mert az fölöttünk van. 1, 2, 3, 4 blokkal. Itt írt target blokkot? Igen, az a 127-es blokkot fönt. Itt, amit láttunk az előbb, az melyik? Az az. Az is 127-es. És azt hiszem, hogy ennél föntebbi blokkot nem lehet találni. Mert a 128. blokk, igen, itt is van egy 127-es. A 128. blokk az már maga a bedrock fönti szintje. És itt annyira egyszerű az egész. Birdie, figyelsz? Itten vagy? Egyetlen egy ender pearl kell hozzá, meg létra. Létrán fölmászol, koppig, és egy jobb gomb. Ennyi. Annyi, hogy ez az utazás, ez egyirányú.
hogy itt hiába dobálod le az Ender Pearl-t, nem fogsz tudni visszajutni. Ezért hoztuk ugye el a portált, amivel átjöttünk, mert most azt ide, hogyha megépítjük, méghozzá, bocsánat, csak puskázok, mert ezt fölírtam, a 16 az 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 irány, 16 mínusz 25, kicsit elrébb, 16 mínusz 25, és ha mindent jól csináltam, és ebbe belemegyünk, akkor az visszarak minket a házba. Tadám! Na, és most? Jelenleg nincsen klep berakva a BTTV-be? Ó, majd pótolom. Pedig az alapemót ráadásul. Nem tudom. Na mindegy. Na és most jön az, hogy ezt már nekünk nem kell megcsinálni a várnál, ahol lesz, hanem ott csak a... Milyen fincsi vacsit ettél? Na, mit ettél? Hanem ott már csak a Nether tetején oda megyünk, a Nether tetejére építünk egy portát, és azt le fogja odarakni a havasba. Meleg salátát. Mi az a meleg saláta? Márjál. Most értetlenül állok. Merre megyek? Arra megyek. De hát akkor az ilyen pirított zöldségek, de feta sajta. Vagy gillezett sajta, bocsánat. Egészségedre. Én maradok a húsnál. Hús, csábító hús. Ups. Mennyi láva maradt? Most esteledik? Nem tudom. Avokádó, sajt, friss paradicsom, kígyóbi, brokkoli, zsenge... Te jóisten, ennyi zöldséget fel se tudok sorolni. Nem úgy megcsinálni és megenni. Én ma valami gubac levest tettem, vagy milyen levest tettem? Már itt pillanat. Meg kell néznem, mert ismeretlen volt nekem is a neve amúgy. De amúgy rendesen jó volt. Bugaci pásztorleves. És tetszettem, hogy ilyen, hát ilyen pásztorleves igazából volt benne. Kolbásztól kezdve minden jóság. Hús nélkül enni. De... Csingusz, egyszer volt már, hogy zöldséget ettem.
Enyém is kolbászt evett mellettem. Na látod? Az jó. Most nézem, Birdie, milyen szép a badge-ed. Az eddig nem volt ott, nem? Vagy eddig is ott volt? Most váltottad le? Jaj! Jut is eszembe, elfogadták az emótokat. Nem tudom, nem vettétek észre, nem vagytok szabok, de mindjárt megmutatom. Nézzétek csak, van egy ilyen, hogy ezt nem tudom, minek lehet kappának használni, meg ilyen nem tudom, akárminek. Meg van ilyen. Az mehet a darazenékre mondjuk. Vagy a triggered, vagy akármi. És azt akarom megnézni még közben, hogy elméletileg ugye a Nether portál koordinátánk 109 osztva 8-al, az 13,5. Jó. És a 227 osztva 8-al, az 28 egész. Fogjuk rá. Akkor nekünk elegendő a havasbajom koordinátáit elosztani 8-al. Animáltat nem engedi kiváltani? Wow, nem is tudtam. Akkor az is le van korlátozva ezek szerint. Szóval elegendő a ezeket a, úristen, monitor felvételem voltam eddig, ezeket a koordinátákat elosztani 8-al, ami minusz 395 kötőjel valami, inkább írom perrel, az a biztos, és a 1171 osztva 8-al, az pedig 146. Oda kell raknunk a portát. Visszarakom már játékra. Úgyhogy itt most, ha átmegyünk, van nálam fákja? Van nálam fákja. Jó. Miért hallottam Gastot? Egy dolgot meg szeretnénk megcsinálni. Nem hoztam fél lapot, mi? Nem, hát. Mindegy, a fákjára nem tudnak spawnolni, az biztos. Mert a bedrockra se, és akkor spawn proofoltuk a tetejét, és akkor nekünk az irány minusz 395, az abba az irányba van, és 146, az meg abba az irányba, akkor elméletileg pikpakot leszünk, főleg, hogyha repülök. Főleg, hogyha rakétával próbálok repülni. Hoppa, 146 meg is van. Mi van? Nem.
3,95. Pillanat, mindjárt megnézem, csak most irányba vagyok végre. 146. Ugye az is plusz a fasz, már bocsánat, mínusz a második is. Akkor ide kell menni a 195-re. Itt, ahol állok, itt kell lenni a portálnak. Milyen hangok vannak itt néha? Na, mit küldtél, és akkor utána megnézzük, hogy jó helyre jutottunk-e. 3,12. Na, mit küldött Birdie? Now you know how to find and grow chorus fruit, but how does it actually work? Well, it of course has its main teleportation mechanic, so when we eat this, we'll teleport to a random block within 8 blocks of us. Now, that's not always the case, but almost always it is, unless you're on a very high pillar like, let's say, this, and you eat the chorus fruit up here. It will sometimes teleport you very far down to sort of like the ground, which would be like this, not really something underground, but something kind of exposed to the sunlight. Not really sure what this mechanic is all about, but if you eat it like here, you can see it'll teleport down here. What I think is happening is that the game is picking one of the random 8 blocks around you to teleport to, and it's in the air, or the game notices that it can't teleport. Ja, itt az a, spot off the az a lényeg, hogy ha chorus fruitot eszel, akkor ugye leteleportálhatsz vele helyekről. Mindennel leteleportálhat, ezt arra használják, ugye én is, amikor a Bedrock alól is kiteleportál. Igen. Ugye ezt arra használják, vagy legalábbis én arra szoktam használni, hogy amikor mentem NCT-t keresni, még szárny nélkül, és ugye dobáltam az Ender Pearl-öket a szigetek között, akkor az Ender Pearl melletti helyre nekem ki volt rakva egy Quartz Fruit, és mindig arra készültem, hogyha úgy dobok egy Ender Pearl-t, hogy az nem jó helyre esik, és leesnék a Voidba, akkor abban a pillanatban Quartz Fruit, és fölpattint a szigetre. Ó, hogy... Nem örülök ám nektek. Öreg, neked nem. Boom. De ha már itt vagyunk, akkor ledobunk egy kis fákját. Milyen magasan vagyunk? 22 magasan vagyunk. Hát ettől lejjebb nem rakhatott volna. Szörnyű. Jó, szerintem az lesz, hogy jó helyre jöttünk amúgy. 3,145, 1000, nem. What? Nem jó helyen vagyunk. Minusz 1171-en kell lenni, és minusz 1556-on vagyunk. 1171 osztva
8-al, a 146. Hova raktam én ezt? Miért raktam én ezt 195-re? Aj, pepega. Búta. Két koordinátából egyet sikerült elolvasnom a chatről. Szóval nem mínusz 196, hanem 146 kell nekünk. Ez kell nekünk. És remélem most nem a bányába fog bedobni. 395, 146. De, a bányába, csak egy másikba. Halljája. Te is. De most már legalább 102-n vagyunk. Az már egy fokkal jobb. Följebb jöttünk 80 szintet. És jó a... jó a koordináta? 3159, jó. 1155, nagyon jó. Na most az van, hogy ezt a portát, ezt itt most szét kell kapni és fölvinni a felszínre. Úgyhogy lefotóztam a pontos pozit. Bontunk. Az egyetlen baj, hogy 19 fákján van, de majd valahogy megoldjuk. Csak ki tudunk jutni, nem vagyunk olyan mélyen. Összettem mindent, mondjuk... melyikbe van? Ebbe van benne? Haló? Jó. Van itt szén, úgyhogy tudok még fákját csinálni. Jó. Az ott már a kijárat lehet? Ó, hogy ilyen közel lennénk a kijárathoz. Az jó.
hát ez zseniális. Én meg itt készültem arra, hogy nagy izé lesz. Órákon áttartó keresgélés, hogy hogy jutunk innen ki. Van creeper? Nincs. Alszunk egyet, mielőtt kimegyünk. Na, ugorjál már föl oda. Aha, ez az a nagy bánya, amit láttunk. Emerald. És akkor most a 3159, ami hát ott van fönt. Jó. Csalunk egy picit. Három ezer egyszáz ötven kilenc, igen, 1155. Nem arra. Jaj. Itt volt a portál, most pont alattunk. Ezen szerintem annyit tudunk csalni, hogy ennek a dombocskának a tetejére fölcsapjuk. Mennyi az 1159, 1150, vagy 3, na 3150, meg 1150. Azt szerintem ide berakjuk a portát. Ú, ez süppedős hó? Vagy nem? Nem tudom. Ide. A gyújtós, ott van. Na hova visz? Nagyon jó! Hogy fog leszállni a portálnál, anélkül, hogy belevágódnék a falba, azt még nem tudom, de majd... majd kitaláljuk. Na. Jó. Uh-huh. Hát nekünk is most fákjával meg kéne csinálni.
sok szemét, ami nálam van, az nem kell. Azt majdnem össze tudom rakni. Azt se kell. Craft asztal? Ja, nem is. Nem is kell craft asztal. Úgy. És akkor elméletileg most itt felhúzhatom a látótávot, mert... Bár nem tudom, hogy be fogja tölteni a 400 blokkot. Melyik irány? Nem. Nem. Valahol kb. Abba az irányba van a... Csak itt meg ki kell kapcsolni a fogot. Hát én nem látom a portált, akkor... Ja, de, ott van. Akkor beállunk ide. Az az irány. És akkor is szépen fákjával kijelöljük az utat egyenlőre, aztán majd megcsináljuk valahogy okosabban. Lehet zenére rakni. Közelebbinek tűnt amúgy így. Úgy. És akkor ki van jelölve a... Az út a portálig. És akkor ugye, ha elitrával megyünk, akkor tudjuk követni a fáklyákat simán. És körülbelül két rakétával tök lazán odaérünk. Úgy, és itt meg ha kimegyünk, akkor szépen ott is vagyunk az építkezési területen. Azt a vizet majd el kell tüntetni, szerintem az nem illik bele itt a havas környezetbe. Jó. Nagyon jó. Jaj, meg a... Fogot visszakapcsolom, hogy szebb legyen. Na, és akkor szerintem még annyi, hogy veszünk ilyen enchantolós potikat. Aztán mára ennyi, mert... Azért érzem az ülést, mit nem mondja. A hátammal, úgyhogy elborulok utána. Keresünk majd valami jó kis raid alanyt. Ennyi vacak van itt. Üres üveg se kell, az se kell. Szemetelünk a lakásba.
Jó, hogy hoztam kaktuszt a szemétnek, ugye? Elitrát kellene javítani. Lehet, hogy kellene még ilyen alkemista falusikat csinálni. Egy az, hogy ad potit, a potivel tudunk javítani, és maga az, hogy traderünk egy-egy kupacot, az is rengeteg XP-t ad. Majdnem fullra föl tudtuk javítani a szárnyat abból, hogy csak vettünk tőle potikat. Kellene aludni egyet. De hát már az, vagy még annyira nincs sötét, de most már van. Szerintem a mai stream az csak ilyen kis rövid volt, mindjárt. Keresünk akkor egy raid alanyt. Mit szóltok hozzá? Van-e valami ajánló esetleg? Vagy ajánlat, vagy bármi? Köszi, Birdie! Csati pontért gondolom még itt maradsz azért. Ki legyen a raid alany? Azt tudom, hogy ki ne legyen. Ő mit csinál? Tudom, hogy amúgy, hát nem tudom, hogy mennyire kéne rá megpróbálni, meg ilyesmi. De hogyha lenne, akit érdekelne, akkor én egyébként nagyon szívesen játszanék vele, mert én meg nagyon szívesen, én nagyon szeretem azt a játékot, úgyhogy... Jó, őt fogjuk rédelni, egy Minecraft csatorna, CH alsó vonal 1023, Minecraftozik, és valami elég nagy stadiont épített, vagy épít, vagy nem tudom mi történik, bár kreatívba. De most éppen beszélget a nézőkkel. Úgyhogy ha nincs ellenvetés, akkor bekészítettem rá a raidet. Közben nézek egy csetet is. Fodrászkodni megyek. Visszaszőkülök, wow. De utána lesz ráadásul stream is, Birdie, ugye? Úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen szőke lettél. Na, jól van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Most egy ilyen kis rövid és szolid streamre sikeredett. De majd lesz ez még jobb is. Mondjuk haladtunk, mert meglett a Nether, meglett a helye, meglett a Netherből az út, megvannak a portálok, úgyhogy még majd amúgy kellene csinálni XP farmot, meg ilyen olyan dolgokat, amivel tudunk haladni az emberünk, meg most zárja le a streamet. Jó, akkor lemégséztem a streamet, mert az emberünk most lép ki. Barney streamel. De lehet SMP-zni fognám, és akkor tudnál vele kóperálva, vagy nem tudom. Menjünk Jubishoz. Menjünk Jubiskához. Jubiskát, hogy én nagyon rég lédeltem.
nem per Jubiska, per Raid Jubiska, bár tegnap is ott voltunk Barnival, de menjünk. Ja, ha valaki streamel, akkor te inkább nézelődsz. Az is valami. Úristen, csak hárman vagyunk? Mi a fene? Elindítottam a raidet majdnem, és mindenki eltűnt, lelépett. Jó éjszakát, jó éjszakát! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nyomok még egy endet, aztán indulhat is igazából a raid. Na sziasztok, sziasztok! Jó éjszakát! Az elnök intézhette el, hogy hozzájuthassanak egy porlasztóhoz, és használhassák.